Miért neveztem utolsó mohikának ezt az EU 700-at? Azért, mert talán azok, akik itt voltak a januári találkozónkon, akkor biztosan emlékeznek, hogy a kis Mercedes Vitónkat így demonstráltuk, hogy benne volt egy EU 700-as, akkor még a Windows-os szoftver futott rajta, és igyekeztünk műholdon keresztül bemutatni azt, hogy hogyan lehet egy műholdas híradós autót használni ezzel az eszközzel. Ő volt az utolsó a LiveView eszközök sorában, aminek a szoftverét lecserélték Linuxra. Most már gyakorlatilag a Windows-os fejlesztés nem megy már tovább a LiveView-nál, még akik használják, azok bizonyos támogatást élveznek, de a Linux most már egyértelműen a fejlesztésnek a fő iránya, és gyakorlatilag az összes itt lévő eszköz mind Linuxon fut. Hogy hogyan lehet ezt az eszközt jól kihasználni, azt a következő részegységek csatlakozása során fogom tudni majd demonstrálni.